belégzésre széthúzod, most már alasznyira, és kilégzésre összetolod. És megállítod ugyanúgy kiinduló helyzetben. Memória fogasra elrakod a két tenyér közötti érzést. Köszönöm szépen, leteheted a tartást. Most ki volt az, aki semmit nem érzett a két tenyér között? Mint hogyha is semmi nem történt volna. Ez azért jó hír, hogy senki nem tette fel a kezét, mert ez azt jelenti, hogy mindenki életben van. Ha nem történt volna semmi a két tenyér között, semmilyen hőjelenség, semmilyen ilyen kis láthatatlan, sűrű masszaérzés, akkor halott lennél. Na, ez a csi. Ennek két aspektusa van, és a nyugat olyan borzasztó, hogy csak mindig az egyik felét akarja látni a valóságnak, ami neki kell. Tehát ez energia és információ együtt, ez a prána vagy a csi. Okay. És ebből a nyugat általában az energiát szokta tudomásul venni, de hogyha olyan gyakorlatot csinálnánk, és egyszer ezt nyugodtan kipróbálhatod, hogy a bevezető ez, és utána összeálltok hárman, és összerakjátok egymáshoz a tenyereket, ki fog derülni, akárhova mész, hogy senkinél nem lesz ugyanaz az érzeted. Mindenki más frekvenciát bocsát ki, kicsit melegebb, vagy hidegebb, rezgő, vagy puha, tűzszerű, vagy párnaszerű. Ez mindenkinek az energiája, és mitől más? Az információ miatt. Mert a karmád benne van ebben a masszában, vagy jelenségben. Tehát a prána az, hogy az energia és az információ nem különül el, hanem megvan ebben a plazmaszerű állapotban. Na most, ha meditálsz, vagy bármilyen egyéb hagyományhű tudattisztító tevékenységet végzel, akkor ez a csi vagy prána kitisztul. Mert a karmikus lerakódásaidat nem teszed bele a térbe. És ettől lesz más a jelenléted. A jelenlétben benne van ez az energia, mint információ, és mint erőhatás. Ugyanúgy, tehát vannak olyan emberek, hogy 2 méteres körzetükben nem lehet megmaradni, annyira agresszívek. Semmit nem csináltak, ki se nyitották a szájukat, nem akarnak ütni, de közel mész, és mint egy ilyen láthatatlan szögesdrót lenne, és egyszer nem akarsz a közelükben lenni. Mások, ilyen sok gyerekes anyukák például, olyan szeretet van bennük, hogy abban például melléjük ülsz le a buszon, hogyha van hely. Tehát így azon nyomban. Ezt a jelenlétet tudattalanul is, és tudatosan is tudjuk érzékelni. Ez az egymás közti energia és információ áramlás. És egy olyan térben, ahol te látszólag szabadon foglalod el a helyedet, legyen az tranzitváró, helyegy nélküli mozi, vagy vonat, vagy busz, akkor pontosan oda mész, ahol a te jelenlétednek megfelelő energetika van. Ez hosszú ideig tartó tapasztalat. Na most a szellemi gyakorlat az ezt az energiatestet kitisztítja, mert a mentáltest, ami mögötte van, változik. Tehát az információ ez a mentáltestben van, utána átmegy az energiatestbe, és itt válik érzékszervi hatássá is, érzelem, mély gondolat, és utána belemegy a durva testbe, ebbe, a kis fizikai szkafanderünkbe, és ahogy hallottad, hogy ahogy a tudat módosul, hogy a test is módosul, valakinek tamasztikus tudata van, akkor tamasztikus teste is lesz, rajasz ugyanez, szatva ugyanez. Úgyhogy azért vigyázzunk a pránával, illetve a csível, mert nem pusztán légzés, nem pusztán energia, hanem kódolva van benne az összes karmád, az összes azonosulásod, az összes tudattalan tartalmad is. Így legyél te energikus. Jó? Átadtam. A jóga világában meg tudom erősíteni az előttem felszólalót. A jóga világában részletes analizációja van annak, hogy az embernek igenis 5 rétege van a testének, az első a kauzális testben lévő úgynevezett Anandamaya kósa, azaz boldogságtest, itt helyezkednek el azok az információk, az összes életednek, az összes karmája most is itt van veled. Örüljél neki, hogy nem ismered. Azért mondom, hogy örüljél neked, mert annyi nyílik meg mindig belőle, amennyit kezelni tudsz. Ha így kihasítanám,
lehet, hogy megőrülnél. Nagyon sok embernél előfordult, akinek kinyitották, karmautasztatás. Magyarországon is van olyan jóga szervezet, hogy sajnos orvosi beavatkozással se tudnak gyógyítani, ami létrejött az illetőkben. Utána jön a vijnána mája kósa, az értelmi rétegünk, az alatt jön lejjebb a még durvább rétegünk, manomája kósa, mentális érzelmi, és utána jön a pránamája kósa, ami nem más, mint ez az intelligens energia, amit most Szunimtól hallottál. De ezt az egészet, ha most nagyon jó szemed lenne, nem sok embernek van ilyen, akkor egyszerűen úgy látnál mindenki körül, mint amit most mondott, ezt a 2 méteres, 10 méteres, 100 méteres aurát, amelyet mind ez az 5 rétegnek az intelligens összekapcsolódása vált intelligens energiává. És gyakorlatilag, ha egy jógira ránézel, akkor azt látod, hogy van neki 7 fő csakrája, a 7. nem szokták a szahaszrára csakrát csakrának nevezni, és teli van a testet kis csakrákkal, könyöködnél, tenyerednél, stb. Ezeket nem ma fogjuk megbeszélni, és van minden emberben 72 000 nádi, vagy pszichoenergetikai csatorna. Látod, itt már megjelenik az, hogy nem energetikai csatorna, hanem pszichoenergetikai csatorna, ami ugyanúgy jöhet egy rádió, ami csak zúg, és utána modulálják a rádiójeleket a beszélőnek a ritmusával, vagy a televízió is így működött régen. Tehát gyakorlatilag a te energiád az nem energia, hanem egy intelligens, modulált energia, ami képes rákos sejteket létrehozni. Nagyon sok gyógyító van, aki fogja magát, és azt mondja erre a betegre, hogy ön rákos. Rohan az illető, CT, minden. És megmondják, ki volt az a hülye, aki magát diagnosztizálta. És utána, egy idő után kiderült, hogy az illető tényleg az lett. Ugyanis az aurájában már létrejött a rák, de az energia még nem manifestálódott, nem nyilvánult meg anyagként. Hiszen mindnyájan tudjuk Albert Einstein óta, hogy anyag, érzékelhető anyag ott jelenik meg, ahol az energia mező besűrűsödik. Egy szó, mint 100, a csi, a prána, mindegyik intelligens energia, és mindegyik rendszer, a kínaiak is egy kidolgozott, saját maguk világában belül működő rendszert alkotnak a meridiánokkal, stb. Az indiaiak pedig a marmapontjaikkal, a csakráikkal és az egésszel, és mivel legjobb egy iskolában bennmaradni, hagyjuk, hogy az indiaiak a csakráikkal dolgozzanak, meg a maguk technikáival, a kínaiak meg dolgozzanak a meridiánjaikkal. Köszönöm. És így csak apróságként, hogy a saját duális gondolkodásunk, érzelemformálásunk festi meg ezeket a rétegeket. Tehát ezek nem csak úgy ránk vannak rakva, ezeket mi teremtjük. Tehát hogyha te tartózkodsz a duális gondolkodástól, és akár a jóga, akár a zen gyakorlatával, te tartózkodsz a különböző reaktív tudatállapotoktól, a különböző énlegyártó, egoisztikus tudatállapotoktól, akkor nem mérgezed meg magadat, a saját mentáltestedet és energiatestedet sem, olyasféle tartalmakkal, amelyek önmagukban nem léteznek, de hogyha elhiszed, ha azonosulsz velük, akkor manifesztálódik testben, térben és időben. Tehát ez a tudat által teremtett valóságnak, vagy jógacsára és mágyamaka, így együtt, hogy Nagarjunát is említsük, mint 14. pátriárka Buddha után, egy központi tanítása, mert nélkül középút, mint buddhizmus sem lenne, és a tudatáltali teremtettség az itt azért hangsúlyos, mert ebben a teremben mindenki valahol ezért jött ide. Hogy ezt halld, és hogyha gyakorlod, akkor ezt éld. És ez a szellemi autonómia, ez nemhogy nem nélkülözhető, hanem ezen az alapon tudsz tisztulni és tisztítani, segíteni és segítséget elfogadni, hogy végre van egy út, amelyen keresztül kivezethetjük magunkat és másokat a szenvedésbe. Ezért ennyire fontos ez. Még talán annyit tennék hozzá, mivel a szutráknak az elejéről túl sokat nem beszéltünk, hogy
A tanítványokat Indiába is besorolják. Van első osztályú tanítvány, Adhikári, aki folyamatosan gondolkodás nélkül szolgálja a tanítóját, akárki is legyen az, mert nem az számít, hogy ki a tanító, hanem hogy te mivé válsz a szolgálat folyamán. Most magát, a gyakorlást is, ha valaki szeretne valahová fejlődni, a jóga világáról beszélek, Csong majd megerősíti, hogy ez a buddhizmusban is így van, hogy mit nevezünk gyakorlásnak? Gyakorlásnak nevezzük azt, amit hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással végzünk. Ha ez a négyes nincs rendben, hosszú idő, megszakítás nélkül, hit és odaadás. Általában a hosszú időn keresztül megszakítás nagyon sok embernél ott van. A hit és az odaadás az már nem szokott ott lenni, és eredmény sincs. Az odaadás az az, mikor valaminek oda szenteled magad. Amikor úgy mosogatsz, hogy a mosogatás szépségét felfedezed. Úgy szeretsz másokat, hogy közben önmagad elfelejted. Ezt nevezik odaadásnak. Ha ezt az útra is beviszed, akkor nagyon rövid idő alatt rakétaszerűen buddha leszel. Köszönöm. Nálunk fordított a probléma, a hit és odaadás az behelyettesíthető annak, hogy ébredj föl és segíts másokon, tehát a hitnek az alapja az a felébredett tudattapasztalása, az odaadás pedig az, hogy segítesz másokon. Ezt itt elég hamar elsajátítják a tanítványok, mint vezérelvet, különben nem lennének itt, vagy nem jönnének vissza. De a kitartással, hosszú ideig megszakítás nélkül ezzel bajaink vannak. Ugyanis az alternatíva kereső szétszórt intellektus, amikor beleütközik a ténylegesen ott lévő első nehézségbe, ami ott a tudattalanyában kucorgott, és akkor egyszer csak megüti, akkor hirtelen a tanító nem jó. Hirtelen a templom nem jó. Ez az egész zen így kétséges, és ki tudja én, mivé leszek itt, és hasonló, holott beleütközött az első komoly egófalba. És ekkor, hogyha tényleg kitart, és tényleg megszakítás nélkül, akkor válik azzá, amivé egyébként akart válni, mert az alapelv, hogy odaadással és hittel, tehát a felébredett tudattal segítünk másoknak, ezzel semmi baj nincs. Mindegyik a maga rendszerében nagyon is a helyén van, de te a helyeden vagy-e? Te tudsz-e kitartással, hűséggel, megszakítás nélkül átmenni a saját magad falán? És ha igen, akkor változol át. Előbb nem. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a buddhizmus vagy a jóga azoknak való, akik kicsavarodtak az anyagi világból, és megcsömörlöttek tőle, és eljönnek buddhistának. Nagyon rossz hírem van a sikeres buddhistához, sikeres anyagvilágban működő ember kell, mert rengeteg ember van, aki mély undorral tekint az anyagvilágra, mindenféle betegséget összeszed magának, olyan, mint egy olyan ember, aki csak a házat az ötödik emeletről szeretné építeni, alapot nem csinál neki, és ebből következik, hogy teli vannak jogázók is mindenféle nyavajákkal, mindenféle kifejezéseket használnak, hogy most a sors így karmát égetnek, meg ehhez hasonló, ahelyett, hogy fölismernék, hogy miről van szó. Paralel mennek a világi sikerek és a spirituális sikerek. Ahhoz, hogy valaki például utasszállító kapitány legyen, minden 500. elindult emberből lesz utasszállító kapitány. Minden 1000. emberből indul egy a jóga útján. Minden 1000. elindult ember világosodik meg. Egy kiválasztott, és képzeld el, hogy mész az olimpiai aranyéremért. És már ott futsz, már 100 méter kell csak, és látod, hogy te vagy az első, hát akkor nem fogod magad, olyan magányos vagyok, valami rossz dolgot csináltok, hát ezt nem csinálja itt senki se. Inkább megállom, beválom a többieket, és akkor átadom az aranyérmet másnak. Ezt kell megérteni, hogy a győztes az nem azért győztes, mert valami különleges áldásban van része. A győztes mindig azért győztes, mert megdolgozott érte, vagy ebben az életben, vagy az előző életben. Például nagyon sok jógi van, itt van Patanjali szutráiban is, akit azt látod, hogy a mesterével pár órát találkozott.
és megvilágosodott, és akkor rögtön mondja, hogy nézzük meg, hát ez a mester is 3 órát találkozott a mesterével, és megvilágosodott, nekem nem kell se tanítás, se mester, hát olyan akarok lenni, mint ő. Csak honnan tudod, hogy ő az előző életében nem jutott el esetleg a nirvicsára, szamádiig, vagy még feljebb. Tehát ez nagyon fontos, hogy a tanítás, tanító, közösség nagyon sokáig a részünknek kell lenni, és egyszer majd eljön az idő, amikor te is egy iskola vezetője leszel. Köszönöm. Dolgozzunk rajta. Tessék, Antal. Köszönöm a lehetőséget. Mit kell érteni pontosan az alatt, hogy megszakítás nélkül, vagyis hát pontosabban teszem fel a kérdést, mi számít megszakításnak egy ilyen út, hagyomány követése közben? Amikor elvágtad a villanydrótot, és sötét lesz. Ez a megszakítás. Tudod, hogy mit csinál? A villanyhálózatunkat felügyel, és a kis megszakítókat dolgozik naponta. Hát ez, kérem, azért kaptad ezt a választ. Egyelek meg. Tessék. Köszönöm. Ez nem fűzök kommentárt. Óriási különbség van a megszakítás és a feladás között. Tehát amikor itt nehéz idők jártak, akár közelmúltban, akár távolabbi múltban, azok, akik tényleg hűségesek és leültek velem egy asztalhoz, és tényleg a zen útját akarják járni, azoknak elmondtam, hogy igen, most kemény idők járnak, de egyet értsetek meg, mindenki magára mér verességet. Tehát, hogyha benned van az az odaadás és hit, vagy a felébredett tudat vágya, a tapasztalása és a másoknak való segítés, mint motiváció, az egyetlen egy veresség, amit magadra mérhetsz, az, hogy feladod. Megszakítani lehet, kimentél pisilni és visszajöttél. De nem adtad föl. Ha feladod, az az egyetlen egy probléma, amit csak te hozhatsz létre, vagy csak te mentheted meg magad tőle. Tehát ezért van az, hogy igen, elpusztítani lehet, de legyőzni nem. Ha ez a tudat benned szilárd, és nem valami külső pont miatt csinálod, hanem már benned ez a szellemi autonómia megszületett, azon nyomban világos, hogy mi az irány, mi a dolgod, és bele is kerülsz abba a környezetbe, ahol ezt meg tudod valósítani, illetve segíthetsz másoknak megvalósítani. Tehát, hogyha nem adod föl, akkor biztos, hogy célba érsz. Mindegy, hogy lassan, gyorsan, kacskaringósan, egyenesen, kellemesen, kellemetlenül, hajasan vagy hajtalanul, ugye? De célba érsz. És aki visszafordul, leáll, félremegy, szétüti magát, feladja, csak az mér verességet saját magára. Egyébként nem. Következő kérdés, itt tessék. Én is köszönöm a lehetőséget. Hogyha látom, hogy egy ember hiperaktív, vagy hogy problémái vannak, én hogy tudok segíteni, vagy az rendben van, hogy hagyom akkor ezt a dolgot, és én úgymond, most hogy mondjam, menekülőre fogom, vagy hogy mondjam, vagy... Hiperaktív? Tényleg? Is. Hát ki kell küldeni a kertbe? Pillanatok nem akar kimenni a kertbe. Akkor konyha lesz belőle, vagy vécépuccolás. És a hiperaktivitás olyan elképesztően jól hasznosul, hogy nagyon. Na most, amire gondolsz, az, hogy az elme állandóan pörög. Igen. És ez olyan, mint amikor a kuplungját vesztett autó, 8000-en ott fönt szétégette a motorblokkot, de egy centit nem ment előre a jármű. Tehát meg kell tanulni az ilyen embert ismét találkozni a valósággal. Tegyük sebességbe a motort, illetve a váltót, engedjük fel a kuplungot, és akkor a motor és a váz hajtáslánc végre csatlakozik. Tehát, hogyha ez az ember nem találkozik a valósággal, a jó kis érzékszervi, testesült, anyagiasult valósága, akkor az elméje az illúziók ködében olyan eszméletlen túlpörgést tud létrehozni, szétégeti a hordozóját. Na, ez a bolondulás. Tehát megőrül. Az is. Jó. Hát akkor innentől kezdve, hogyha az illető ezt belátta, akkor a gondolkodás megállításával vagy felfüggesztésével teljesen mindegy, hogy hogy hívod, de hogyha elvágja a gondolkodást, ezt a dualisztikus pörgetyűt, akkor előbb-utóbb megnyugszik. És ehhez az kell, hogy a valósággal kapcsolatban legyen. Ha nem, akkor ebben az absztrakt, ugye kis mini térben túlpörgeti magát, és meg fog őrülni, illetve megőrít másokat. No comment. Köszönöm. Sir.
Tessék ott. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, hogy ember? Ugye Rudolf Steinertől kezdve nagyon sokan említik, hogy gyakorlatilag emberi testben, de nem homo sapiensek, hanem akár elementárok léteznek a világban. És ugye rengetegszer elhangzott most itt általatok is az ember szó, ez alatt az egy-másfél óra alatt. Mi az, hogy ember? Végtelen egyszerű a képlet. Mi használjuk ezt a átman vagy lélek kifejezést a jogában, vagy inkább még találóbb ez az önvaló. Azért nevezik ezt önvalónak, mert saját magától való, tehát senki nem, nincs oka neki, mindig is ott volt, mindig is ott lesz. Ez a tiszta tudatnak az egyénre lebontott értelmezése, nincs egyéni tiszta tudat, kollektív tiszta tudat van, ezt mindnyájan tudjuk, de a tanítványok kedvéért van. Tehát, ha hozzáteszed a tiszta tudat mellé az elmét és a testet, akkor az ember, jiva, így szokták Indiába emlegetni. Mert most megkérdezheted, hogy és mik azok a nagyon finom dolgok. Vannak olyan finom dolgok, igenis a köztes létben rengeteg olyan asztrál lény van, aki nem világosodott még meg, de nem is jött még vissza, és ráadásul lehet, hogy valami nagyon magas szamádit ért el, ezt úgy hívják, hogy vidéha, vagy prakriti laja, ami azt jelenti, hogy egy nagyon magas szamádit elér, de a legmagasabbat nem ért el, ezért, mikor kilép a fizikai testéből, sokáig asztrál entitásként, vagy lényként ott van, és egy szép napon visszajön azért, hogy föltegye a pontot az íre. Tehát ezek megtapasztalható dolgok. Ki tette fel a kérdést? Ember? Ki kérdez? Ember kérdez ott? És még? Érted az egyet, nem érted a kettőt? Akkor beakadsz a Buddhák birodalmába, és soha nem születhetsz le újra ide. És soha nem főzhetsz többet. És soha nem írhatsz többet a fácséra. Na, milyen? Tehát, hogyha a 10 irányt megnézzük, akkor van a keletkezett világban 6 réteg. Ebből kettőt látunk. Az emberit, meg az állatit. És a tudatszint közti különbség elég jól látható, tehát ez legalább a 8 milliárd magát sapiensnek nevezőnek is világos, hogy vannak más intelligens lények a bolygón, akik nem emberek. Melyik része tudatos, melyik nem, azt most ne vitassuk. Néha az állat sokkal jobb teljesítmény nyújt, mint az ember önkép nélkül. Alatta van kettő, a démonok és a pokollakók. Tessék a nagyon sűrűt, nagyon sötétet, nagyon szenvedéstelit elképzelni. Az ember fölött van a félisten és az Isten. Na most ez a hat, ugye, amit megtalálsz a zen iránytűben is, ez a hat a keletkezett világ szamszárikus körforgása hatféle sűrűséggel. Tehát például az Istenek világában csak örömtest és energiatest van, és nincs más. Örömtest, mentáltest, energiatest, hogy legyünk korrektek. A félisteneknél már sűrűbb egy kicsit, ott az energiatestben van egy harcos, rajasztikus szignatúra is. Úgy képzeld el ezt a hatot, mint a nullától 100%-ig levő tartomány fölosztása különböző frekvenciákra és sűrűségekre, boldogság és szenvedés fokozatokra. Na most, mivel már tudod, hogy mi az ember, mert föltetted a kérdésedet, ezért azt kell mondanom, hogy ha megnézed, hogy milyen határok között van az ember, akkor sokkal jobb definíciót kapsz, mint hogyha ilyen filozófikus, vagy vallási, vagy történelmi, vagy biológiai meghatározásra hagyatkozná. Ha megnézed az emberi történelmet, akkor mindig adott küszöbértékek között léteztünk. Tehát Krisztusabbnál Krisztusabb nem volt, Buddhánál Buddhább nem volt, Patanjalinál jogibb nem volt, Laocénél taoistább nem volt. Hitlernél hitlerebb sem volt, Sztálinnál sztálinabb sem. Tehát ezek mind... Ezek a minőségek egy adott sávot mutatnak, és a legfelsőbb és a legalsóbb között van az ember. Tehát akinek pontosan a személyisége, a tudattartalma, az egoitása, a vágyai, a haragja emberi tartományban vannak, azok emberi testet vesznek fel. Úgyhogy törekedjé. Nehéz munka volt a mostani is. Következő se lesz könnyű. Egy gondolatot
nem 100%-ig egy kultúrkörben vagyunk, csak egymásra csúszva. Hallottál biztos az avatárokról, vagy hallottál isteni inkarnációkról. Az indiai besorolás szerint megvan, hogy a legkiteljesedettebb tudat az 16 kálára, vagy 16 tudatszintre osztható be. Ebből 5-től 8-ig van ember, és a legkiteljesedettebb avatár, hát az indiaiaknál Krishna számít a legkiteljesedettebbnek, ő Visnu 8. isteni inkarnációja, és a 9. Buddha, és ezek az isteni inkarnációk, ezek aszerint kapják meg a ható erejüket és képességüket, hogy mekkora feladat van rajtuk, és a válasz, amit kérdeztél, 5-től 8-ig vagyunk emberek, és ha a szutrákat, amit most nem fogok neked felolvasni, elkezded tanulmányozni és meditálsz, akkor pontosan azt fogod megtapasztalni, hogy egy idő után, mikor nagyon magas szinten meditálsz már, ezek az asztrál lények megjelennek a meditációdba. Egyszerűen, mert oda csúsztál föl a rezgés szinteden, és még egy rossz dolog van, ezek az asztrál lények egy idő után félni fognak tőled. Azért, mert nagyobb hatalmad lesz, ahogy tágul ki a tudatod a kozmikusba, hiszen amikor buddhává válsz, akkor minden hatóvá, mindenütt jelenlévővé válsz, és ezek a lények meg még ott vannak ugyan a 8 és a 16 között, de ők még nem érték ezt el. Tehát kísérteni fognak téged, amit a szutrák nagyon szépen leírnak. Hogyha ugye buddhákat és bodhiszattvákat hallottunk, akkor ugye a 10 irányból a másik 4-et szeretném oda tenni, a 6 keletkezetről beszéltünk, aztán van egy olyan küszöb, amit csak úgy szoktunk hívni, a születés és halál kényszer küszöbe. A kényszer küszöb azt jelenti, hogy minden, ami energiában, tudatállapotban az alatt van, az visszahullik a bávába, a létezésbe, és elindul a szamszárikus körforgás újabb bardó szakasza. Aki vagy ami, attól függ, honnan nézed, a születés és halál kényszerküszöbét fölülmúlja, az már olyan, mint az a tárgy, amit a Föld elengedett, olyan erős a hajtóműve, hogy már el tudta hagyni a Föld vonzáskörét, és nem jön ide kényszerből vissza, mert a gravitáció már nem hat rá. Na, a születés és halál kényszerküszöbe fölötti állapot az, amikor meghaladtad az életet és a halált. Ez a Zenben egy nagyon sarkalatos pont, és itt 4 világot vagy világrészt szoktak megkülönböztetni, de én ezt nem rétegezném, hanem tortaszeletezném. Ugyanis itt már nincs olyan elkülönült duális valóság, mint itt lent, hanem ezen küszöb fölött van 4 aspektus, vagy 4 attribútum, amely, hogyha megvan, akkor ott tudsz maradni, ha nem, akkor visszaesel. És ez a srávakák, hallgatók, pratyéka buddhák, önerőből megvilágosodottak, bodhiszattvák a saját akaratukból vállalásként segíteni visszatérők, és a buddhák, akik már inkarnáció mentesen léteznek. Most, ha ez a 4 megvan, akkor az emberi inkarnáció egy teljesen más minőséget tud fölvenni még ebben a testben, és egy kicsit kirándulok megint Indiába, ez a jivatma, vagy a jiva mukti, ahogy hallottad, az emberi testben megvalósult önvaló, vagy az emberi testben elért megvilágosodás. A Zen szerint, ha nem születsz emberi testben, nem tudod elérni a felébredést. Lehetetlen. Bennünk van az az elképesztő feszítő erő, hogy itt vagyunk a mulandóság kőkemény kötöttségben, és tudunk az öröklétről, tudunk az önvalóról, és benne vagyunk az avatárban. Tudunk egy tisztább állapotról, és az egóban dagonyázunk. Értjük? Tehát ez a feszültség, ez lesz az akarat, és a türelem, amivel megyünk előre az úton, és nem változtatunk az irányszögön egy tized foknyit sem. És egy kicsit visszakanyarodva az inkarnációk hánytorgására, van, amikor a bodhiszattva világból csak úgy poénból egy picikét azért leszületnek emberi testbe, és Manjushri, a bölcsesség bodhiszattvája egyszer megunta a sok feladatot ott a Tushita mennyország környékén, hogy mindig az okosságért őt kérdezték meg, és azt mondja, hogy eltűntem, elmentem, leszülettem az állatvilágba, vakáción vagyok. És így nem értették, Manjushri nincs sehol. Hát mi történt? Leszületett egy disznóhízlaldába,
disznóként. A disznó nagyon okos, és csak takarmányozzák, és csak ürít, és eszik, és röfög, és minden rendben van. Egyébként az okossága az ott van benne, hihetetlen. Egyébként az emberhez való rendszertani hasonlósága az borzasztóan közel áll. Tehát nagyon-nagyon közel áll. 90% körüli génátfedés. Nézd meg. Borzalom. És akkor, mivel hiányzott, ezért a mennyei birodalom működése nem volt teljes, és a legenda szerint Avalokitesvara az együttérzés bodhiszattvája azt mondta, megyek, visszahozom. És hentesként leszületett. Jött a disznóölés, és Avalokitesvara kiválasztotta a Manjushrit, hogy na, az jöjjön aznap hajnalban. Nyisz, Manjushri ment föl, és a hentes kicsit sokat ivott, és leállt a szíve, és ő is ment föl még aznap. Úgyhogy helyreállt a rend. Következő kérdés, tessék ott. Én most egy kicsit összezavarodtam, mert nagyon sok fogalomról beszéltünk, illetve ti beszéltetek, és mindenféle szintekről, és asztráltestről, és félistenekről, és közben pedig mindent a tudat teremt. És én arra vagyok kíváncsi, hogy van-e itt valami határ, ami nem a tudat teremt, hanem valamiféle törvényszerűség, ami van. A törvény és a tudat azonos vagy különböző? A törvény, a tudat. Magad is érzed, hogy ez nem ül. Emlékszel arra a mondatra, teremtés, genezis kezdetben, Isten vala az ige, és Istennél vala az ige. A teremtés előtti állapot. Tehát itt már nagyon-nagyon szétzsinatolták az Isten képet, meg az ige értelmezését, ebben nem megyünk bele. Csak van egy állapot, amikor a megnyilvánult és a meg nem nyilvánult még nem különül el. Tehát ez a teremtés előttiség. Az az érdekes, hogy van bennünk egy időtlen, teremtetlen mag, ami erre emlékszik. Ami ebből van, tisztán. Ez a buddha természet, vagy bodhicitta, majd hallunk egy másik nevet is Omkárától erre biztos. És ez az, ahol még a tudat és a törvény nem különül el. Tehát a tudat meglátja azt a törvényt, ami az általa létrehozott világban megvan, és ha van egy csöp esze, és nem szól bele az énség, akkor engedelmeskedik is ennek a törvénynek, mert különben leválik erről a világról, és szenvedésteli körforgásokban él. Tehát a belesimulás a természetbe, ez egy taoista fogalom, ez még messze a flow élmény előtt volt, ugye? Tehát visszatérni a természethez, visszatérni a természetes folyamathoz, és így az úttá válni. Ez azt jelenti, hogy a tudat és a törvény nem különül áll. De ha kell, akkor a törvény szintjén, az okozatiság szintjén látod, ha kell, akkor a teremtő, az átma a tudat szintjén látod. Attól függ, hogy éppen akkor mire van szükség, hogy hullám természetűként látod a fényt, vagy részecske természetűként látod a fényt. A kontinuum szempontjából mindegy. Neked nem mindegy. Jó? Köszönöm. Egy gondolatot, már az előbb is a nyelvem végén volt, de azt inkább visszatekertem a nyelvemet, mert félek, hogy még nagyobb káoszt csinálok. Nevezetesen van ennek a szutráknak egy negyedik fejezete, aminek az a címe, hogy Kaivalya Pada. Ezt magyarul úgy fordíthatod, a nagy egyedül valóság. Amit elmondtál, ez mindenkinek a legfélelmetesebb ellensége, hogy aki nem ismeri a félisteneket, aki nem ismeri ezeket a kategóriákat, szanszkrit neveket, attól el van véve a fejlődés, el van véve a megvilágosodás. Amit mind ma itt elhangzott, az mind segédanyag, ballaszt, arra való, hogy téged inspiráljon, ha inspirál. Van ennél egy sokkal egyszerűbb, ha azt mondja a szunim, hogy csináld ezt egy hétig, utána ezt csináld két hétig, és te meg vagy inspirált állapotba, akkor végigmész az úton. Ha eljutsz az út végére, egy fantasztikus megélésed lesz, mindaz, amiket itt elhangzott, mindaz valótlanság. Egyetlen valóságban a felébredett állapot, amikor kidugod a fejed az idő és a tér börtönéből, az okozat börtönéből, hazaérkeztél, és nincs többé világ.
mert az egyetlen egy helyen volt benned. És nagyon sokan nekem is mondták, hogy rettegek a nirvánától, a kihunyástól, mert megvan Beres András a nevem, anyja neve ez, személyi száma ez, és ez a csodálatos lény meg fog semmisülni. Hát ezt nem akarom, nem is leszek buddhista, de jógi sem, mert ott is ugyanezt mondják. És a nagyon jó hír, az üdvtan az az, hogyha azt csinálod, amit az előbb mondtam, és nem a félistenekbe a könyveket bóklászod, akkor gyorsan fogsz fejlődni, és amikor hazaértél, akkor pont azt fogod átélni, hogy nem te folysz szét az univerzumban, hanem az univerzum oldódik föl benned, válik meg, nem nyilvánultál. Tehát egy grammot se veszítesz sohase, mert a mindenséget kapod a mulandó dolgokért cserébe. Köszönöm. Hallod az eső cseppjeit? Igen. Beleszólt az elméd? Nem. Akkor tiszta a tudat. Tehát a saját teremtésünkben vagyunk benne, amennyire nehéz elhinni. És hogy hallottad, a teremtettségből egy kicsikét ki kell dugni a fejünket, hogy azt az eredeti teremtő nem énszerű önmagunkat, vagy önvalónkat tapasztaljuk. Ez mind segédtudomány, és a végén, amikor elérsz a nem fogalmihoz, ténylegesen illúzió, de egy olyan kreatív, hasznos illúzió, ami elvezetett a nem fogalmihoz. Ezért mondják a koreai szerzetesek, hogy tartsd meg a kvadudat, minden más bullshit. A kvadu pedig egyetlen kérdés, hogy mi ez. Kész. Nagyon sokáig, megszakítás nélkül, odaadással és hittel. Mi ez? És hogyha a meditációban ezt gyakorlod, akkor tényleg kitágul a tér és letisztul a tükör. Akkor ez a pillanat mindig tiszta. Úgyhogy igen, vannak világképek, vannak kozmológiák, vannak pszichológiák. Ezek mind az intellektusnak egyfajta állványzat, egyfajta rendszer, mint egy lajtorja. De a végén mindig ott a kérdőjel, hogy és ezen túl mi van, a gondolkodáson túl mi van. És amíg ez a tapasztalás nincs meg, addig a hálóval szeretnék a tengert kifogni. És a hálóval soha nem fogod ki a tengert. Talán még egy gondolatot, amivel segítelek. Volt egyszer egy gyönyörű, szép nagy tengeri hullám, eljutott a csúcsára, ő volt a legszebb hullám, már észrevette, hogy elkezd ráncosodni, elkezd megereszkedni, és lassan vissza fog hullani, azaz el fog pusztulni. És elszaladt a bölcshöz, hogy hogy tudna ilyen szép és fiatal és halhatatlan lenni, és a bölcs megkérdezte tőled, téged kinek hívnak? Azt hát én vagyok az óceán legszebb hullámja. Szeretnéd, hogy átkereszteljelek? Holnaptól nevezd magad óceánnak. Mielőtt hullám lettél, óceán voltál, mikor följutottál a legszebb helyre, óceán leszel, vagy óceán vagy, mikor visszatérsz, óceán leszel. Amíg hullámnak érzed magad, mulandó vagy, amikor óceánnak halhatatlan. Köszönöm. Következő kérdés. Ott. Köszönöm szépen a kérdezés lehetőségét. Szeretném megkérdezni, hogy milyen útravalót tudnátok adni egy olyan nőnek és férfinek, akik nem keresték egymást, egymásra találtak, és szerelmesek lettek. Mi az, hogy szerelem? A viccet félretéve, ez a kérdés bennem is nagyon sokszor felvetődött, és azt a választ találtam meg, hogy ha igazán szerelmes vagy, használd fel a szerelmet arra, hogy úgy szeresd a másikat, hogy önmagad elfeleded. No comment. Ezt így kell csinálni, és kész. Köszönjük szépen. Ott hátul. Már régen szeretnék egy kérdésemre választ kapni, illetve hát sokszor sok információ elért ezzel kapcsolatban. Az előző kérdéshez is kapcsolódik, hogy mit jelent meghaladni a szeretetet.
Hát van pont egy indiai történet egyébként, hogy valami herceg, tehát hosszú nem fogom most elmondani. A lényeg, hogy egy próbának vetik alá, és úgy van vége a próbájának, hogy a szeretet próbáján elbukik, és azt mondja neki a mester, hogyha ez sikerült volna, akkor te most Isten lennél, nekem meg sikerült volna a nagy terv. Tehát valahogy így van vége ennek az indiai tanításnak. Tehát meghaladni a szeretetet, ennyi a kérdés. A kérdés az, hogy melyik szeretetet, mert ennek nagyon sok kategóriája van, te is tudod, hogy van például a felebaráti szeretet. Akkor ott van a szerelem, ami szintén a szeretet egyik formája, ez az esetek többségében egy önző szeretet, az érosz, és a szeretetnek van egy harmadik formája, az agapé, olyanná az isteni szeretet, olyanná válni, mint a nap, amelyik süt a bűnösökre és süt a jó emberekre, és azért vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert még a más vallások is úgy fogalmazzák meg, Isten maga a szeretet. Azt Istent meg ki tudja meghaladni. Én nem. Ez szeretet, vagy nem? Ma kaptál nevet. Na, haladunk. Ha eléred ezt a pontot, mindenből szeretet lesz. Mindenből egyévvállás, áthatás, segítség, együttérzés lesz. De a nem duális állapot nélkül mindig valami énség marad benne, mint csomó a palacsinta tésztában, és akármivel töltöd meg, az a csomó ott lesz benne. Tehát a teljes éntelenségből lehet a teljes egyévállást tapasztalni, és az egyévállás manifesztálódik a szeretet különböző formáiban, amire tényleg egyedül az ember képes így. És hogyha nem lennénk ilyen elképesztően kemény helyen, mint a Föld, nem lenne ekkora értéke a szeretetnek sem. De van. Ez egy elképesztően kemény hely. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Beszéltetek a kitartó gyakorlásról, a hittel és odaadással végzett gyakorlásról, és az motoszkál bennem ez a hit és odaadás. Nagyon sokszor azt érzem, hogy sokkal kevesebb a hitem és az odaadásom, mint ami kellene. Hogyan lehet ezt növelni, segíteni, kiteljesíteni? Én a jogikus utat ismerem. A jogikus út nem más, mint egy nagy porszívózás, egy nagy takarítás. A jogikus út elején szeretnéd megnézni, hogy ki vagy, és azt látod, hogy a rászóródott port látod a tükrön, azaz az elméd elszennyeződéseit, amit mind az önzéstől, haragtól, kapzsiságtól, testi vágyaktól, gyűlölettől, féltékenységtől, aggodalomtól és félelemből épült rá erre a tükörre. Na most mi azt a 8 lépcsőt tudjuk ajánlani neked, amivel elkezded a kiporszívózást, és talán a jogában annyit segít, hogy a test felől indul el, hogy legalább a testedet minden nap látod, ha súlyzózol, akkor látod, hogy mennyi izmod van. De ha rögtön elkezdesz egy magas meditációba, gőzöd nincs, hogy hol állsz. Tehát én egy szisztematikus, alulról jövő építkezést javaslok, és nézd meg, hogy mi az, ami számodra szent, és az legyen a mindennap erőt adó, ez lehet a legrosszabb esetben egy virág, lehet a tanítód, lehet bármi más. Kockáról kockára való építkezés a legstabilabb. Én is az a helyzet, ugyanolyan fűrészfogas vagyok, mint nagyon sok jóga gyakorló. Ugyanúgy van, amikor már úgy érzem, hogy nagyon sokat haladtam, aztán, mint a fűrészfognál lefelé visszapottyanok, ráébredek, hova estem vissza, újra elkezdek fölfelé kapaszkodni, és az én esetemben úgy tűnik, hogy ez a modell fog tartani addig, amíg haza nem érek. Én ennél sokkal rosszabbat tudok csak mondani, akarod hallani? Bár nem úgy tűnik, de én az a lázadó vagyok, aki soha nem hitt a rendszerekben. A rendszer alkotóiban sem. És az életem legválságosabb pillanatait az jellemezte, hogy nem működtek azok a rendszerek, amelyekben addig hittem.
és nem tudtam bízni azokban az emberekben, akik addig kívülről valamit mondtak. De nem voltak itt bent belül. Tehát mi kell ehhez? Gyakorlatilag az, hogy rálássa a legnagyobb hibádra, és azt ki akar javítani. Ez teljesen paralel azzal, hogy mi az, ami számodra szent, mert az ellenkező vége ennek a skálának. Tehát bűntudat és önfelmentés nélkül hogyan tudod a legnagyobb hibádat kijavítani? Miért? Mert az összes többi kisebb hiba abból következik. Tehát nekem, amikor rájöttem, hogy valójában a személyes, a tudatom mélyére mélyen eltemetett feladatom mi azzal, hogy szerzetessé váltam, azon nyomban megváltozott az életem. Amikor már nem csak arról volt szó, hogy még több munka, még több gyakorlás, mert azért az elférne, semmi gond, erős vagy, tégy magadra több terhet, van. De a még több munka, még több gyakorlás nem mutatta még meg, hogy nekem személyesen mi a feladatom ezzel. És nem csak az, hogy mi a szent, azt már jó ideje tudtam. De hogy mi ez a legkeményebb hiba, amit még mindig rejtek magam elől, és még mindig nem javítottam ki. És hogyha azt kijavítod, akkor megváltozik minden. És akkor onnantól kezdve, akár rendszerszerűen, akár rendszertelenül, de haladsz az úton, mert megmertél változni. És megfelelő irányban mertél megváltozni. Egy kicsikét visszakanyarodva az előző kérdés végéhez, miért nem kell félned az avatár változásától? Mert az arról alkotott kép már akkor helytelen volt, amikor még mindened rendben volt. Már akkor nem volt igaz. És amikor jöttek a bajok, jött a válság, akkor ez a kép még inkább oszlott és omlott, és darabjaira esett szét, mert kiderült, hogy mennyire nem igaz az az önkép, amit magunkról táplálunk. És ebben, hogyha önfelmentés és bűntudat nélkül meglátjuk azokat a karmákat, ami miatt ide születtünk, akkor tudunk igazán ezekből energiát nyerni, és haladni az úton. Ez a szembenézés energiája. A szembenézés és nem dualizálás, nem jóra és rosszra bontás energiája, hanem az okozatiság meglátása is. Ekkora, hogy hallottad, mintha rakétát kötnének alád, mert mertél őszinte lenni magaddal, és folyamatosan lépésről lépésre haladsz az úton, nem csak magadért. Nem tudok jobbat. Köszönöm. Szívesen. Ott hátul, István. Különösen a jogikus kultúrkörre vonatkozik a kérdésem. Müller Péter mondta azt egyszer ebben a Dharma teremben, hogy ő egy kicsit a játékosságot javasolja így ezen háztájon néha űzni, és hogy a jogikus kultúrkörben mennyire van benne, vagy hogy egyáltalán ebben a struktúrában helyet lehetett találni egy kis játékosságnak, vagy valami olyan fajta, nevezzük örömnek, aminek helye van így a különböző struktúrákban. Köszönöm. Ezt pontosan a Hatha Yoga Pradipika 15. századi változata írja le, hogy a jóginak a személyiségében a derű és az öröm állandó utitársa. Tehát egy állandóan búval megrakott embert látsz, annak nyugodtan mondd meg, hogy még nem elégítette ki ezt a követelményt, amit Swami Sivananda is elmondott. Hogy lehet egy ilyen ájtatos manóként megvilágosodni, amikor állandóan hipokritaként, álszentként kell lenned, mindenki előtt kell játszanod azt a szentet, ami nem vagy. Ha viszont derűs vagy, humoros vagy, mint látjátok, Csong is, aki fölmeri vállalni azt, hogy igen, kérem szépen, róla nem beszélek magamról, nem a 15. dalai láma jött ma este el, hanem egy ugyanolyan húsvér ember, mint te, aki ugyanúgy pofára tud esni, és a nagyguru, és köztem az a különbség, hogy ő egyel többször állt fel az elesések után, mint én. Ezt kell fölvállalni, és nem a díszes fejfedő, aranyékek, nagygyűrűk, szentjátékok, hanem felvállalni azt, hogy te húsvér ember vagy, mert különben elszakítod az emberek és a közted lévő kapcsot, és az emberek már nem nagyon szeretik az ilyeneket.
azt szeretik, aki mi közülünk való. Ha teljesen mi közülünk való, akkor viszont nincs meg az a különbség, hogy egyen többször állt föl, pedig jóval többször kell fölállnia, hogy azt higgyed, hogy bár közülünk való, de mégis tanítóként néz rá. Hát ez egy akkora ellentmondás, nyugodtan élj ebben a paradoxonban. Hogyha olyan, mint a Földön kívüli, akkor nem fogadod el. Ha teljesen olyan, mint te, akkor meg mi a különbség? Hát akkor mit keres? Akkor menjünk el inni, az kész. Sör alá tért buddhizmus, tudjuk. Az örömről csak annyit, hogyha ez együttérző öröm, és másoknak az őszinte örömével párosul, akkor nem énes. De ha az én örömöm úgy valósul meg, hogy mások közben szomorkodnak vagy szitkozódnak, akkor azzal az örömmel valami baj van. Erre tessék figyelni nagyon erősen. Még maradt egy kérdéseidőnk, aztán már az ásram pesti szakaszára is tessék gondolni, és az összes többit pedig két hét múlva ott tehetitek föl, még egy kérdésre maradt időnk, engedelmeddel. Köszönöm a lehetőséget, hogy az lenne a kérdésem, hogy ennek az ilyen emelkedett tudatállapotnak, meg a módosult tudatállapotnak tulajdonképpen mi a különbsége, hogy például amiket így álmokban látunk, vagy ilyen látomásként, és mondjuk akik meg vannak világosodva, hogy ez így mi ezek között így a különbség? Swami Sivananda úgy fogalmazta meg a kitágult tudatállapotot, azt az állapotot, amikor a meditáció átfolyik szamádiban, hogy képzeld el, hogy a világ összes boldogságát megkapod. Összeszeded a 8 milliárd embertől, és ott van nálad. És ezt szorozd meg 100-zal, ez ami szétfolyik benned, innen tudod meg, hogy ez egy kicsit különbözik, mint amikor bemákoltál két kisüsti baracktól. Tehát az megváltozott, ez meg kitágult, vagyis a hagyományos tudatállapot fölötti. Azért egy dologgal nagyon óvatos vagyok, volt egy jogázom, talán már meséltem, aki heroinista volt. És azt mondta, hogy azért jön el meditációt tanulni, mert a heroinba az volt a rossz, hogy megvette 40 ezer forintért, fölvitte őt valahova nagyon jó helyre, és ott minden boldog és szép volt, majd jött ide-vissza, de sajnos a lift a földszinten nem állt meg, hanem lement, és pokoli élményei voltak, utána legközelebb már 60 ezer forint kellett, de nem vitte föl őt ugyanoda, és akkor jött rá, hogy ezt ki kellene próbálni egy olyan eszközt, hogy drog nélkül is ezeket az állapotokat meg tudja élni. És ha két embert még mondhatok, talán a Feldmár András nyilatkozta egyszer, hogy pontosan azért kezdett el meditálni, mert a drognál megszerzett élménynél nagyobbat akart megélni, illetve van még egy amerikai, sajnos már meghalt, Ram Dassnak hívták, előtte Richard Alpert volt a neve, a Harvard egyik professzora. És ezek ott az egyetemen ugye a 60-as években elkezdtek szipókázni, mindenféle halucinogén, LSD, stb., és őt is ugyanez zavarta, és szépen föladta a harvardi professzori nevét, föladta a Richard Alpert nevet, és onnantól kezdve kiment a Himalájába, Nim Karoli Babához, és az ő tanítványaként vált Ram Dassá, aki végre megtalálta azt, hogy mi a különbség a drog, és mi a különbség a meditáció között. Mi a különbség a hagyományos tudatállapot, és mi a különbség a tágult tudatállapot között. Hát elsősorban, ugye, a kémia és fizika különbségét szeretném kimutatni. Az egyik egy nagyon drága kémia, amivel az elmének az én csinálását és az összes többi hánytorgását szeretné a fogyasztó felfüggeszteni, de eközben elégeti önmagát és a környezetét is, olyan függővé válik, és ez egyre többbe kerül, anyagilag és emberileg is. Gyakorlatilag az illúzióra még illúziót rak, úgy, mintha benzinnel szeretne tüzet oltani. Nem megy. Tehát a buddhizmus környékén is azért voltak nagyon sokan, akik főleg Amerikában kipróbáltak ezt és azt.
aztán Nyugat-Európában, aztán Kelet-Európában is, ahogy így jött ez befelé, és kiderült, hogy a módosult tudatállapotnak semmi köze az emelkedett vagy meghaladott tudatállapothoz. Különleges énképzetek, elképesztően túltöltött egoitások, és utána ez a pokolszerű elvonási tünetgyűjtemény, ez lett az eredmény, és akik így kémiailag a tiszta úton mentek, azok nem használtak ilyen szereket, és a mai napig nem használnak ilyen szert. Ez a fizikai és nem a kémiai behatás. Miért? Mert ahogy hallottuk, az energetika, az értelem, az érzelem, az öröm, a fizikum, ezek mind kötődnek egymáshoz. Egy nagyon finom rendszer, és már a karmád elég kábítószer. Tehát ez a saját önképed, a legnagyobb drog. Azt tudjuk bevenni, hogy én vagyok, és utána minden elkábul. Te. Az összes tévképzet ebből születik. Nem kell itt rátépni semmivel, ez már bőven elég. És a meditációban pontosan ezt az információt tartalmat, ami az én tudatod, az aham vagy ahamkára, szépen csökkented lefelé. És amikor az én tudat, ami egyébként olyan, mint a fekete lyuk, mindent fölvesz, és mindent megköt, és mindenből én csinál, ez elkezdi felszabadítani a benne lekötött információt, akkor energia jelenik meg. És ez aztán a 8 milliárdszor sok-sok ugye, egyéni boldogságként, ez szimbolizálható, de szavakkal nem írható le. Tehát egy felébredett tudatállapot megközelíthető konceptuálisan olyan módon, hogy nulla információtartalom, nulla én tudat és 100%-os energia. Általában a fordítottja szokott lenni nálunk, mindenfélét gondolunk, amivel aztán azonosulunk is, rengeteg információ a tudatban, rengeteg lekötött és így nem felszabaduló energia, és általában egy ilyen teljesen átlagos vagy átlag alatti energiaszint. Tehát, hogyha sok karmával azonosulsz, hamarabb kifáradsz. Aki állandóan gondolkodik, az depressziós lesz. Aki ragaszkodik az érzelmeihez, az állandó hullámvasutazásban veszíti el az energiáját. Minél duálisabb az állapot, annál erősebb az önkép, annál alacsonyabb az energiaszint. Minél kevésbé dualisztikus az állapot, annál alacsonyabb az önkép, annál magasabb az energia. Oké? Okay? Hölgyeim és uraim, megköszönöm, hogy a mai estén megtiszteltétek templomunkat, vendégünket és minden érző és érzékszervhez nem kötött lényt jelenlétetekkel. Két hét múlva folytatjuk a Sivananda központ ásramában Budapesten. Tisztelettel és köszönettel, hálásan megköszönjük most Omkára Veres András hozzánk látogatását, és hogy bölcsességeddel ismét gazdagított a zen gyakorlatunkat. Nagyon köszönöm. Mi ezzel a kis ajándékkal kedveskedünk nektek, és családodnak, fogadjátok szeretettel. Köszönöm szépen.